Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, ez ismét a Kifutón túl. Ezúttal is izgalmas, de fontos témákkal várjuk Önöket, ezek között szerepel a környezettudatosság is. Elsőként megismerhetik majd az állatkert legújabb lakóit, a szakállas papagájokat. Majd szót ejtünk az állatvédelmi témahétről, illetve az állatparknak a kitelepüléseiről is. Ezt követően az állatkert környezettudatos szemléletét és az új hulladékgyűjtőket is megnézhetik. Végül azt is megmutatjuk Önöknek, hogy hogyan is zajlik és mi is pontosan az állatáldás. Tartsanak velünk! Különleges helyen, különleges állatokkal bővült a Xanthus János állatkert madárállománya. Az elefánt kifutó nézőterének szomszédságában rendeztek be számukra egy óriás kalitkát. Itt élik mindennapjaikat a közepes termetű papagájok. Az elefántok mellett van egy tribün, és odaépítettünk egy új röbdét. Igazából ez egy jó nagy, magas röbdelet, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ide egy szép nagy papagájcsapatot kéne találnunk. Fölvettük a kapcsolatot az Ostravai állatkerttel, ahol tenyésznek szakállas papagájokat, van egy elég nagy kolóniájuk. Ők adtak nekünk egy 10 egyedből álló csapatot, amit előző héten, pénteken hoztunk el. Azóta ezek az állatok elég jól beilleszkedtek, igazából már elkezdtek enni, már teljesen belakták az új kifutójukat. Azért ezzel a fajjal gondolkodtunk, mert ez egyrészt egy nagyon szép faj, így a papagájok között is, másrészt meg egy olyan, úgymond különleges a többihez képest, abból a szempontból, hogy ez egy hegyvidéki állat, és nagyon jól bírja a hűvöset, meg a hideget, úgyhogy képesek vagyunk arra, hogy őket egész évben bemutassuk. Őket a közepes méretű papagájokhoz soroljuk. Azért hívják szakállas papagájnak, mert van egy ilyen fekete csík a torkuknál, és úgy néznek ki, mintha a szakálluk lenne. Ez ugye általában egy felnőtt korukban jön ki, amikor kipirosodik már a csőrük is. De rengeteg más nevük is van, szóval hívják őket például a fenyőpapagájnak is. Ez igazából ilyen magyar fantázia neve. Ritkán hallatják a hangjukat, amely semmelyik fajtásukéhoz nem hasonlítható. Van egyfajta hangjuk, egy ilyen nagyon érdekes, én azt mondom, ilyen kérdő hangjuk van, de még ilyet soha nem hallottam más papagájfajtól. Ez, ahogy érzem, ez csak rájuk jellemző. És az embernek hallania kell, hogy megértse, hogy ez mégis milyen hang. Az állatkertbe érkező állatokat 45 napos karantén várja. Ilyenkor az szokott lenni a rendszer, hogy ezeket a madarakat már a tartóhelyen vizsgálják, szóval akkor kérjük, hogy egyáltalán milyen feltételekkel jöhetnek be az állatkertbe, és ha ezek a vizsgálatok megvannak, utána történhet a szállítás, úgyhogy általában itt a saját állatkertbe csak karanténozás történik, illetve annak a megfigyelése, hogy esetleg valamilyen betegség gyanúja fölmerül-e, mert ugye a vizsgálatok, laborvizsgálatok már korábban megvoltak. Ezek a papagájok, ahogy a társaik, szeretnek kolóniában. Szerencsére sok papagájunk van, úgyhogy már van azért tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan viselkednek, meg másrészt, hogy mit esznek. Ezek a madarak, meg úgy általában a papagájok, azok magevők, főleg ilyen olajosabb magvakat esznek, de emellett azért gyümölcsöket is, például meg zöldségeket is fogyasztanak. Általában az európai állatkerteknek, a nagyobbaknak vannak cserelistáik, amit egy rendszeren keresztül felraknak, és ezek alapján meg tudjuk nézni, hogy milyen fajok azok, amik úgymond megtalálhatóak, amik elérhetőek lennének számunkra. Ugye az elején eldöntjük, hogy egyáltalán milyen állatcsoport fele akarunk elindulni, és akkor ha ez megvan, akkor utána kezdjük el megtalálni, hogy akkor milyen fajok azok, amiket úgymond úgy be tudunk szerezni. Ugye ezeket nem pénzért vesszük,
vagy cseréljük, vagy esetleg az utódokat elhozzuk másik állatkertből. Ilyenkor felvesszük az adott állatkerttel is a kapcsolatot, illetve más állatkertekkel is, hogy hogyan érdemes ezeket a fajokat szállítani, kell-e nekik valami speciális láda. Ugye akik általában ezeket tartják, azok ismerik a szállítási feltételeket, és utána mi is kialakítjuk akár a saját ládáinkat, akár vásárolunk ládákat, attól függően, hogy milyen fajról beszélünk. Az még kérdés, hogy a későbbiekben kapnak-e társakat, ez attól is függ, korábban voltak-e velük egy ketrecben más madarak, illetve miként érzik majd magukat új győri otthonukban. Ahogy ezeken a felvételeken is látszik, az ótáboros gyerkőcök imádják az állatokat. Nincs ez másképp a többi gyerekkel sem, azonban érdemes őket megtanítani az állatok szeretetén felül az állatok védelmére is. Ezért csatlakozott az állatkert idén is az állatvédelmi témahéthez. Az állatvédelmi témahét idén október 2-től 15-ig lesz országosan, ugye bölcsedéktől, bölcsedés korosztálytól egészen a középiskolás korosztályig. Az állatkert, itt a győri állatkertők konkrétan ugye elsősorban az általános iskolás korosztály célozza, ugyanúgy, ahogy a legtöbb ilyen oktatási programunkkal, ugye ez az elsőtől 8. osztályig. Viszont rajtuk keresztül nyilván az ő családjukat is megszólítjuk, a felnőtteket, szülőket, nagyszülőket, illetve a kisebbeket is akár, vagy a nagytesókat, vagy bárkit, akit elérünk. Ugye nagyon fontos a témahétnek a programja, az a szemléletformálás, amit maga az állatkert is képvisel az oktatási programjával, hogy miért is és hogyan is vagyunk itt a világon mi emberek, és hogy mi benne a feladatunk, ha már ugye vállaltuk azt a felelősséget, hogy mi formáljuk át a világot, akkor viszont tényleg a felelősségnek az az oldala is legyen meg, hogy vigyázunk is rá. Nem csak úgy szabadon formáljuk magunkra, ahogy mi akarjuk, hanem törődjünk nyilván a többi élőlénnyel is, amik még rajtunk kívül itt vannak. Az állatkert a győri általános iskolák alsó tagozatos osztályait célozta meg tavaly, akiknek egy 20 kérdésből álló online quizt kellett kitölteni egy adott időpontban. Idén azonban a hét forgatókönyve és a téma is változni fog. Tavaly szélesebb tematikás volt a kvízünk, ami nagyon fontos a tavalyi összeállítása során és az idei összeállítása során is, azaz, hogy egyrészt mi az, ami a gyerekeket érdekli, megfogja, nyilván az állatokkal fogunk játszani, és mi az, ami meg is marad nekik. Ezt nyilván alapból az ember így messziről nem tudhatná, viszont azzal, hogy folyamatosan táborokat tartunk, folyamatosan oktatunk, ismerjük a gyerekeket, azokat a gyerekeket, akik ugye ide járnak az állatkertbe, és tudjuk, hogy mi az, ami érdekli őket. Sőt, azt elárulhatom, hogy a quiznek egy bizonyos szekciója az itt a nyáron az állatkerti táborral le is lett tesztelve, úgyhogy működőképes, és ami pedig megmarad nekik, nyilván nem annyi marad meg nekik, mint amennyit akár szeretnénk átadni az egésszel, de lehet, hogy későbbiekben néhány év múlva újra előveszik, és akkor viszont már több dolog fog lejönni, ahogy cseperednek. A legjobb 5 osztály, akik a leggyorsabban és a leghelyesebben töltötték ki a kérdéssort, állatkerti csarnoklátogatást nyertek, idén azonban még titkos a nyeremény. Az állatkerti program az hasonló lesz a tavalyihoz, ugye tavaly volt az első témahét program, akkor egy online quizzel készültünk, amit időre kellett teljesíteni, egy játékos quiz volt, állatkertes, illetve állatvédelmis kérdésekkel, és nagyjából hasonló lesz az idei is, tehát egy quizzel fogunk készülni mindenképpen, ezt elmondhatom, hogy milyen tematikájú, azt én már tudom, de elárulni nem fogom még. Érdemes tehát követni az állatkert weboldalát és közösségi felületeit, hiszen hamarosan megjelenik majd a felhívás, és akkor nincs más hátra, mint játékra fel.
Az adivárosi tópartind az első győri állatvédelmi napon is képviseltették magukat nem véletlenül. Az állatkert ugye a központi telephely az a Kiskutligetben található, itt van az, ahol mindig mindenki stabilan megtalál minket az év mindennapján, mindig nyitva vagyunk ünnepnapokon is, úgyhogy itt az biztos, hogy felelhetőek vagyunk, viszont mostanában az elmúlt pár évben elkezdtük a kitelepüléseket, korábban is voltak már, de talán nem ilyen sűrűn. Miért fontos az, hogy mi kint is ott legyünk? Azért, hogy azok a dolgok, amikben mi ott beszállunk, amiknek a képviseletében részt veszünk, azok olyan események, például egy Klíma Expo, ami érkezik hamarosan, vagy akár egy állatvédelmi témahét, vagy tényleg bármilyen ilyen állatos természetvédelmes dolog, hogy ne csak táblákkal legyenek kint azok a fontos dolgok, amiket tényleg szeretnénk, hogy átvegyenek az emberek, amire ráébredjenek, hogy ez tényleg fontos, hanem hogy mi kitelepülünk az állatkerttel néhány állattal, azokat az állatokat meg is lehet simogatni, kézbe is lehet venni, tehát már is egy kicsit közelebbi élmény az, amit az emberek kapnak, és így még jobban meg fog maradni az, hogy én igen, ott voltam, és ezt tanultam rajta, és ettől az állattól ezt kaptam, ezért nagyon fontos, hogy az állatkert támogassa az ilyen dolgokat, és igen, megjelenjen. Idén bővítik a kitelepülések sorát, és ezúttal a harmadik győri Klíma Expón is részt vesznek október 5 és 7-e között, tehát az állatbarátok ismét találkozhatnak kedvenceikkel, nem csak állatkerti körülmények között. Klíma Expo az egy azok közül a témák közül, amiket az állatkert nyilván fontosnak tart, hiszen a klímavédelem az kvázi egyenlő a természetvédelemmel. Hogy miért lényeges, hogy mi is kint legyünk, illetve hogy mi az, amit magunkkal viszünk, inkább talán ez a lényegesebb kérdés, az állatkertnek a szemléletformáló pedagógiája, hogy ne csak idebent találkozzon az ember ezzel a szemléletformálással, sőt, ugye nyilván egy alapsét alkalmával, amikor nem kíséri a látogatót senki, nincsen csoportvezetés, nincsen bármi hasonló, akkor ugye végig lehet úgy menni az állatkerten, hogy csak egy séta. És közben nem olvassuk el a táblákat, nem foglalkozunk a mélyebb gondolatokkal, amiket szeretne itt a hely átadni nekünk. És ezért is lényeges, hogy mi kimenjünk, és felhívjuk rá a figyelmet, hogy mi az, amit még azon túl, hogy egy séta, még az állatkertből tanulhatunk. A természetvédelem kapcsán ugye maguk az állatok azok, amikre szeretnénk a figyelmet felhívni, hogyha annyira megváltozik a környezetük, amiben ők már nem képesek létezni, és ők eltűnnek, akkor mi az, ami nekünk embereknek marad belőlük? Tényleg csak az állatkert lesz az, ami megmarad, és ezt nem szeretnénk. Az állatkerti állatok, ők a természetben élő társaiknak a képviselőik. Ők azok, akik segítenek abban, hogy mi sokkal többet megtudhassunk a kint élő állatokról és az ő környezetükről. És ez az, amiben így együttműködnek velünk. És ezért nagyon fontos, hogy megjelenjünk állatkerti szinten. Kivigyük a képviselő állatokat, és behívjuk az embereket az állatkertbe, ahol ugye tanulhatnak róluk. Színes, feliratos, Afrika tematikájú szelektív kukák készültek az állatkertben. A kezdeményezés célja az volt, hogy az ide látogatók figyelmét még inkább megragadják a különleges hulladékgyűjtők, így a megfelelő szemét a megfelelő kukában landoljon. Az állatkert az nem csupán egy állatokat bemutató terület, hanem egy olyan oktató központ, amely a természetvédelem, klímavédelem minden pontját igyekszik megragadni, és erről tájékoztatni az embereket, és természetesen a példamutatással pedig élen járni. Ezért is már évek óta szelektíven gyűjtjük a szemetet, ugye úgy vannak kint a szemeteseink, hogy különböző dolgokat a különböző kukákba lehet beladobálni, illetve most már évek óta is a rendezvényeken elhagytuk ezt a papíralapú térképezést, vagy akár a feladatlapok kiosztását, úgyhogy most már mindent, amit csak tudunk, azt inkább az online felületen csináljuk, vagy tájékoztatunk róla, vagy pedig kitáblázzuk. Még idén zajlott az a repohár akció, tehát ez azt jelenti, hogy az ember vásárol egy italt az állatkertben, akkor hozzá kap egy poharat,
aminek az árát ugyan ki kell fizetnie, de hogyha a poharat nem szeretné magával hazavinni emlékbe, akkor a pohárnak az árát visszakapja, és akkor az a pohár pedig visszakerül az állatkertbe. Ezzel azt szerettük volna elérni, hogy már az étkezdében se legyen olyan hulladék, amivel nem tudunk mit kezdeni, legyen ez akár műanyag, vagy akár tehát egyszer használatos műanyag, vagy egyszer használatos papírpohár. Kukákat szakértők ezek szállították helyükre, az állatkert főbejáratánál és az Afrika kifutóknál találják meg őket a látogatók. A legújabb dolog pedig a már fönt említett szelektív kukáinknak a kicsit, hogy is mondjam, előtérbe helyezése. A korábbi kukáink azok ilyen barna színűek, viszont most afrikai tematikát kaptak, sokkal nagyobbak, sokkal színesebbek, és az állatkert különböző pontján meg is lehet őket most már találni. Hogy miért újítjuk ezeket a kukákat, az megint csak az élenjárás, mármint hogy a példamutatás, a tájékoztatás, és hogy tényleg ami színes, ami nagy, ahhoz a gyerekek sokkal szívesebben oda mennek, sokkal feltűnőbb, és előbb fogják megkérdezni, hogy anya, apa, ez micsoda. És akkor anya, apa el tudja magyarázni, hogy igen, kisfiam, kislányom, szelektíven gyűjtjük a szemetet, miért gyűjtjük szelektíven, mi ennek az értelme, és mi köze van az egésznek az állatvilághoz, az állatkerthez, a természetvédelemhez. Úgyhogy minden egybefügg, minden összeáll. Az Állatpark számos programmal próbálja felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre. Minden eseménybe igyekeznek beleszőni a környezettudatosságot, amely véleményük szerint célt ért a fiataloknál és a felnőtteknél is. Ahogy észreveszem, ahogy haladunk előre az idővel, hál' Istennek most már az emberek köztudatában is úgy van benne, hogy igen, szelektíven gyűjtünk, és igen, ezért mert, és senkinek nem újdonság. Nyilván van az a réteg, aki még nem foglalkozik vele, van az a réteg, aki azt mondja, hogy de hát mit érek én egyedül, tehát hogyha én egyedül szelektíven dobálom ki a szemetet, de aztán majd később összeöntik, vagy bezzeg, mások nem csinálják, és illetve van az is, aki még a teljes dobozt is szétszedi, hogy akkor műanyagrészt külön, papírrészt külön. Most például tavaly volt a Vizes Élőhelyek Világnapja rendezvény nálunk, az ugye kis rendezvény volt, és ott is volt ilyen szelektív játszós dolog, hogy össze voltak halmozva a szemetek, és akkor a gyerekeknek ki kellett válogatni, és voltak különböző színű dobozok, oda dobálják bele. Arról volt szó, hogy akkor a vizes területekbe, a tengerbe, a folyóba hogyan kerülnek be a szemetek, és pedig miért. Úgyhogy aki pedig azt mondja, vagy azt gondolja, hogy én egyedül mit tehetek, annak szeretném üzenni, hogy csepp a tengerben, mármint hogy ez a dolog, hogy sok csepp együtt, az már tenger. Nem szabad ezt gondolnunk, hogy én egyedül mit tehetek, mert hogyha mind a 8 milliárdan ezt gondoljuk a Földön, hogy én egyedül mit tehetek, akkor már is senki nem lesz, aki a természetvédelem pártján áll. Gondozói kezében álltak sorba a győri állatkert lakói. Minden évben az állatok világnapját követő szombaton isteni áldásban részesülnek az állatok, hogy egészségben és jó körülmények között teljen a soron következő év is. Az állatáldás az minden évben október elején van, ugye 4-e az az állatok világnapja, és Assisi Szent Ferenc nevéhez kötődik. És őt, hát illetve is az állatokat ünnepeljük ezen a napon. Az állatkertben mindig a 4-éhez legközelebbi októberi szombat, ez most 7-ére esik idén, úgyhogy 7-én lesz az állatáldás. Erre készülünk a szokásos programokkal egyébként, és ugye a legérdekesebb, hogy nem csak az állatkerti állatok vannak ilyenkor porondon, hanem minden állat, a házi állatok is. És ugye ez az egyetlen egy nap az állatkertben, az egész évben, ami olyan nyitott kapukkal történik, hogy a házi állatok is bejöhetnek. Tehát ugye kutyák szigorúan pórázon, macskák, kisebb állatok pedig hordozóban. 2023-ban október 7-én tartják tehát az állatáldást, ahová szeretettel várják az otthoni kedvenceket is, akik az állatkerti társaik mellett szintén isteni gondviselésben részesülhetnek. A nap központi részében, tehát mondjuk a hasamra csapok teszem, azt 2-kor, a kőszínpadnál pedig az egyház képviselője megáldja a megjelenő állatokat, ugye először az állatkerti állatok felvonulása, és utána pedig a házi állatokat, a beérkezett házi állatokat is oda lehet vinni és megáldja őket. És akkor ezzel betegségeket kerülünk el nyilván a babona szerint.
Az állatpark munkatársai a különleges napra az állandó programok, így a tengeri malacvonat, a pingvin séta, az elefánt tréning és a zósó mellett más látványetetésekkel is készülnek. Az állatkert egész területén pedig mindenütt lesznek irányító táblák kirakva, hogy minden látogató megfelelően tudjon majd tájékozódni. Kedves nézőink, ennyi volt már a Kifutón túl. Reméljük, hogy tetszett az adásunk, hogyha így van, akkor ne felejtsék el visszanézni, akár a Győr Plusz Média, akár az Állatkert közösségi oldalain. Legközelebb már egy kicsit ősziesebb időben, novemberben találkozunk. Addig is kellemes televíziózást kívánok Önöknek, viszontlátásra!